Szerinted képes eltévedni egy felhő? Tudod, mit kell tenned, ha összekeverednek a hét napjai? Mit gondolsz, meg lehet tanítani a legyeket beszélni? Azt mondod, fogalmat sincs. Akkor ideje, hogy bekopogj Matild és Margaréta a két boszorkány fura lakóktól hangos otthonába. Így kezdődik a Boszorkányok a Bármi utcából gyerekelőadás ismertetője. Sata Árpád színművész egy kaktuszt játszik a darabban. Ez egy ember, akit kaktusznak vagy ubulnak hívnak, ugyanúgy érzelmei vannak, ugyanúgy behatások érik, ugyanúgy reagál a dolgokra, mint egy ember. Bármilyen furcsa, nem csak egy kaktusz, hanem egy kő is megszólal a darabban. Ahogyan a színész kollégák, tehát hogy ő hogyan fogalmazza a békát, én ahhoz képest vagyok kavics. Vagy ő hogyan fogalmazza az egeret, én ahhoz képest, ha egy dinamikus egér, akkor én valószínűleg ott egy kicsit lassú darab vagyok. Dániel András Boszorkányok a Bármi utcából című mesejáték színpadi változatát Szőke Andrea írta. Nagyon könnyű dolgom volt, mivel hogy nagyon szerethető és nagyon kedves szereplők vannak ebben a könyvben. Viszont nagyon nehéz dolgom volt, mert rengeteg mesélős, elbeszélő rész van, körülíró rész van benne, és ott nekem oda ki kellett találnom olyan dialógusokat, amik a színpadon működőképesek. A darab a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház közös produkciója. Határokat kell áthidalnunk egy ilyen előadás során. Ülni fognak óvodások, a nézőtére lesznek iskolások, és köztük már egy év alatt is óriási különbségek mutatkoznak. Mit szeretnek, mit értenek, mit fogadnak be, mi az, ami számukra tetsző, mi az, amiből építkezni tudnak, vagy kapaszkodni tudnak. Úgyhogy az előadásnak is törekedtünk arra, hogy több olvasata legyen. A gyerekdarab premierje február 14-én csütörtökön lesz.